gratulálok először is a győzelemhez. Győzelemhez, döntetlenhez, de nekünk ez győzelem. Hogy érezted magad a mérkőzésen? Nagyon jól éreztem magam. Végre ment a játék. Sikerült a régi önmagamat hozni. Lehet, hogy kicsit hamar fáradtam el, hamarabban kellett élnie. Lehet, hogy túl pihentem magam, mert bevallom őszintén, a csütörtöki edzésre nem mentem, mert pedig le kellett volna. De egyébként szerintem hoztam, amit kellett, hogy össze tudtam szedni magam. Az első fél időt nagyon jól kivédekeztétek, voltak bajok a helyzet kihasználással. Második fél időben viszont az elejét még sikerült megtartani, de közepe felé mégis átvette az irányítást a Balatonfüred, ott mi volt a baj? Igen, szerintem ott egy kicsit elfáradtunk részemről mindenféleképpen. Bennem ott kellett volna, hogy eljöjjön a holdpont, de valahogy mégse jött el és nem tudtam átlépni, azért is kértem cserét, hogy a végjátékra tudjak egy kicsit pihenni. Ott szerintem mindenki dolgok volt, egy kis fizikai hátrány, ott elfáradtunk. Szóval egy nagyon hosszú sérülésből tértél vissza. Szépen folyamatosan fejlődtél, 2-3 gólokkal mindig jöttél fölfele, de most azt gondolom, hogy nagyon fontos gólokat szereztél, akár itt az utolsó előtti, ami gyors gól kellett, és te bevállaltad, és sok ilyen volt a mérkőzésen. Hogy éled meg ezt? Igen, hát próbálok megtenni mindent a csapatért, a csapatnak a sikereiért. Talán annak köszönhetem a javulásomat, hogy posztot váltottunk. Remélem, hogy Józsi is észrevette, hogy a kettes poszton talán jobban vagy elővés, mint a szélen. Ennek én örülök nagyon. Illetve talán a Józsi és köztem az emberi kapcsolatok is valamilyen szinten javultak, és talán ennek köszönhetően vagy a játék. Még annyit, hogy kérdezek meg, hogy miért történt ez a posztváltás? Tehát ugye te jobb szélen játszottál. Valószínűleg a Vizsolt érkezése miatt, meg volt a másik balkezes lövő illető, akinek a gerincsérülése történt. Dénes. Így üresedett egy hely ezen a poszton. Azt gondolom, hogy nagyon jól pótoltad itt például a Dénes játékát is sok mindenkit. Én tényleg nagyon gratulálok ahhoz, hogy te játszottál és ahogy a csapat játszott. Én is köszönöm.